Főtisztelendő paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Egy profécia teljesedik a rózsafűzér imádkozásával, amit maga Szűz Mária jövendölt meg. Boldognak hirdet engem minden nemzedék. Sok imádság és ének köszönti Szűz Máriát, de a rózsafűzér az a legegyetemesebb imádság, ami korunkban, amit valahol valaki mindig imádkozik, és ismétli az angyal szavát. Az első évezred kereszténysége egy csodálatos szép Mária imádságot mondott, amit manapság is imádkozunk, a Subtum Presidiumot, az oltalmad alá futunk Istennek szent anyját, amely a legősibb, harmadik-negyedik századból való. Az Üdvözlégy Mária első részében, miután a Szentírásból valók a szavai, ugyanebből az időből, még korábbról, de azzal a formával, a kiegészítéssel, amit mi aztán hozzáteszünk, az úgy a középkor elejére datálható, a 13. században már úgy imádkozták a rózsafűzért, ahogy mi imádkozunk, csak a bűnösökért való kérés maradt még el, ahhoz egy nem éppen jó életű pápának kellett lennie, 6. Sándornak, aki maga is érezte azt, hogy hát nem mindenben felel meg az evangélium előírásainak, ezért hozzáfűzette, hogy imádkozzál érettünk bűnösöké most és halálunk óráján. Fölkiálthatnánk Szent Ágostonnal, hogy ó Félix kulpa, ó szerencsés vétek, mert mennyi embernek ugyanez a fohász tolul az ajkára sokszor, amikor érzi bűnösségét, és mondja, hogy imádkozzál érettünk bűnösökért. A rózsafűzér imádsága először azon szerzetesek között kezdődött el, akik nem tudtak olvasni, hiszen ez nem volt egyetemes és általános foka a műveltségnek. És miután az olvasni tudó szerzetesek rendszeresen imádkozták a 150 zsoltárt, ennek mintájára az egyszerűbb testvéreknek a 150 szemből álló rózsafűzért kellett imádkozniuk, valahogy olyasféleképpen, mint a keleti szerzetesek ma is imádkozzák az úgynevezett Jézus imát, és lehet látni újabban fiataloknak a kezén ilyen nagyon kis szemekből álló karkötőt, az úgynevezett csotkit, aminek minden szemére a keleti szerzetesség azt imádkozta, amit a vak mondott Jézusnak: Jézus Dávid fia, könyörülj rajta. És van olyan szerzetes, mondják Áthos-hegyén, aki napjában 40 ezerszer is elmondja, miközben valami kézi munkát végez. A 150 szemből álló rózsafűzér ezt akarta valamiképpen a nyugati kereszténységben előmozdítani. És miután mi magyarok a nyugati kereszténységhez, a latin egyházhoz tartoztunk, már nagyon korán megismertük a rózsafűzért, az első emlékünk az úgynevezett cseh kódexből való, 13.-14. század tájékáról, ahol kifejezetten említik. És az első kódexek egyike bizonyos magyar Benignának íródott, Kinizsi Pál felesége volt, amely tartalmazza a rózsafűzérről való megemlékezést.
s attól kezdődően a világ egyház szívével együtt dobbanva nagyon sok kiváló magyar ember, és nem csak nők, hanem férfiak is imádkozták a rózsafűzért, és így ezáltal bekapcsolódtak a szűzanya dicséretébe. 150 szemből állt, azt lehet mondani egészen a legutolsó időkig, és jönni kellett egy nagyon szűzmáriás lelkületű pápának, II. János Pálnak, ki pont 10 évvel ezelőtt határozta el, hogy egy évet a rózsafűzér tiszteletére szenteltet, és ezért még kiegészítette a világosság rózsafűzérével, amelyben Jézus nyilvános működésének az eseményeire utalnak a titkok, így ez a 20 szem lefödi, azt lehet mondani, az új szövetségi üdvösség történetet. Lehet azt még hittanórákon is vizsgaként föltenni a gyerekeknek a kérdést, hogy egymás után sorrendjében el tudod-e mondani a titkokat, mert ha valaki el tudja mondani, akkor egy mini evangéliumot már fejből tud, mert a legfontosabb eseményeknek a pontjai már ott vannak ebben az imádságban. És mint tudjuk, itt a Domonkos templomban különösen, és ez a domonkosok által fönntartott templom a rózsafűzér magyarországi szentélyének építetett, ők különösen is imádkoztatták az egyszerű néppel a rózsafűzért, holott a középkor legnagyobb hittudósa, Aquinói Szent Tamás közülük került ki. De hát ők azt jól tudták, hogy az egyszerű népekkel nem lehet olvastatni a Summa teológiét, a különböző kvesztiókat, de hogy megmaradjanak a sok eretnekség között, amely már akkor fölütötte a fejét, megmaradjanak katolikusnak, ezt az imádságot végeztették velük, amely egyszerre szentírás és szent hagyomány is. És volt egy idő, amikor a rózsafűzér szinte történelmi fordulóknak a megoldója lett, gondolok itt az 1571-ben, október 7-én vívott nagy földközi tengeri ütközetre, ahol a török ármádia egy egyesült erővel Európába tört, és akkor sikerült megfékezni a keresztény hadaknak, hogy mit jelentett a török pusztítás, azt mi tudjuk. Szoktam mondani, hogy ezért senki nem kér tőlünk bocsánatot, de hogy a történelmi Magyarország egynegyedére csökkent lakosságába, és itt Egerig bezárólag Dunántúlig nem maradt semmi középkori emlék, az ennek a hódoltságnak a következménye. Mi tudjuk, hogy mit jelentett ez, és hogyha akkor még újabb erőt kapott volna a török birodalom, talán már itt se lennénk. És akkor 5. Pius pápa így jelzi a történelem, imádkozta a rózsafűzért, miközben a keresztény hadak nem támadó, hanem védekező háborút folytattak, azt mindig megengedi a keresztény erkölcs is, és tudtak győzni, hogy ne terjedjen tovább az iszlám, s vele együtt az a pusztulás, amit Magyarországra is hozott. És ekkortól lett ez az ünnep ünneppé, akkor még nem rózsafűzér vagy szentolvasó királynéjának mondták, hanem a győzelmes királyné ünnepének, amit aztán 23. János Pál pápa a rózsafűzér királynévre keresztelt át. De a gondolat ugyanaz volt.
S mit mond nekünk ma a rózsafűzér a mai időkben? Hogyan lehet ezt biblikusan, hiszen a Szentírás számunkra irányadó mérce, megközelíteni? Úgy, hogy bekapcsol bennünket Isten beszédjébe. Az angyal Isten üzenetét vitte. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes. Ezt a beszédet ismételjük meg, mint egy tovább visszük, mint a misszionáriusok, és hirdetjük. Prófétai tettet viszünk végbe, és prófétálunk is. Mert a prófétálásnak elsődleges jelentése nem a jövendő mondás, hanem az, hogy úgy szólunk, ahogy Isten szólna helyünkben. Ha pedig a Szentírást ismételjük, és mondjuk tovább, akkor Isten szavát hirdetjük. Bekapcsolódunk ebbe a párbeszédbe. Egyébként az élet minden más területén törekednünk kell arra, hogy szavaink ne közönséges emberek szavai legyenek, hanem úgy szóljunk, ami épít. A beszédünk legyen építő, mondja Szent Pál. És ez nem azt jelenti, hogy minden beszédünk legyen szent beszéd, hanem minden beszédünk olyan legyen, ami egyszerre vigasztal, és ugyanakkor igazságot hirdet. Feleljen meg ennek a két követelménynek, a tudományban az igazságnak, a hétköznapi beszédben pedig váljék azzá, hogy ne üres járatú pletykákat mondjunk, hanem többé váljunk azzal, hogy a másikkal beszélünk. Mert minden igazi beszéd az lélekcsere. És erre kell törekednünk. És ez az Isten beszédjének, mint egy meghosszabbítása az életünkben. Ez az imádság azért nagyszerű, mert egyszerre lehet egyéni ima, közösségi ima, csendes ima betegágyon, rabságba, és hangos ima is. Szóbeli, verbális ima is. Ha nincs kezünkbe rózsafűzér, vagy ez a karikás rózsafűzér, még az ujjainkon is számolhatjuk, hogy én annak idején az őrségben számolva így imádkozgattam a rózsafűzért. És ebben a nagyszerűségben nagyon sok mai mondani való rejlik. Mert ez az zarándokok imája is. Amikor a szűzanya kapja a hírt az angyaltól, akkor, mint tudjuk, elindul Erzsébethez, mint egy zarándokol úti boldogasszonyként, hogy megkeresse őt és segítségére legyen a várandós asszonynak. Hát mi más az emberi lét, mint zarándoklás? Egy örök zarándoklás. Örvendetes módon most ezt a régi vallásos cselekedetet, mintha a világ is úgy felújítaná, mert zarándokolnak Komposztellába, kegyhelyekre, mindenhová. De aki nem zarándokol, mert betegágyon van, még az is zarándokol, mert múlik fölötte az idő, és az események mindig újabb és újabb, mai szóval mondva, kihívásokat tartalmaznak számára. Gabriel Marcella nagy bölcselő mondta, hogy az ember homoviátor, úton lévő, úton vagyunk. És ebben az úton létben, Jézussal a szívünkben, mint ahogy Máriának is ott volt a szíve alatt, a titkok mondásával zarándoklunk a végső célunk felé. A mai embernek miután oly kilátástalan és oly depressziós, sokszor az is a baja, hogy csak ezt a világot látja. Itt van neki a kifutó pályája.
Ha a hívő ember tudja, hogy a kifutó pályánk vége az Istennel való találkozás, és az üdvösség, és ebben az zarándoklásban egy nagy segítség a rózsafűzér imádság. Villamoson, buszon is lehet imádkozni, utoljárva, bárhol, amikor megy az ember. És az zarándoklatban mindig van egy kísértés, hogy vagy nagyon hátra nézzen az ember, vagy nagyon előre. Holott ő neki a lába elé kell néznie, hogy föl ne botoljon. Ott a végső cél, de azért eléje kell nézni a lábának. A fiatal ember az mindig egy nagy majdban él. Most nem, de majd akkor. Ha leérettségiztem, ha diplomát szereztem, ha megházasodtam, mindig egy nagy majd van. Az öreg az meg már kezd nosztalgiázni, hogy bezzeg akkor, bezzeg az én időmben. Csak mi marad ki? A jelen. Age quod agis, mondta a latin közmondás. Csináld, amit csinálsz. A jelen fontossága. És mi van a rózsafűzérben? Imádkozzál érettünk most, hogy a jelennek feleljünk meg, azoknak a feladatoknak, amik éppen várnak ránk. Hogy mondja az Úr Jézus más helyütt, mikor aggodalmaskodik az ember, hogy majd mit eszik, mit iszik, meg miben fog öltözködni? Elég a napnak a maga baja. És ebben benne van az, amit mi imádkozunk, hogy most imádkozzál élet. Futurológusok sok mindent mondanak. Nem szokott beválni. Ma a meteorológusok alázatosabbak. Már egy hónapra se tudják megmondani, hogy milyen lesz az időjárás. Nem úgy, mint annak idején a jugoszláv naptár egy évre megmondta. Egy hónapra nem tudjuk előre. Semmit se tudunk. De azt tudjuk, hogy mi van most. Most kell megtennünk azt, ami feladatunk. Ehhez kérjük a Szűzanyának a segítségét. De ez nem ti azt, amit előbb mondtam, hogy nekünk van egy végső célunk. Valahogy úgy, mint amikor én belülök az autómba, akkor tudom, hogy délután megyek Nagymarosra. De azért közben a lámpákat figyelem, meg az úton lévőket, akik éppen előttem vannak. A végső célunk az üdvösség, és a Szűzanyának ez az imádsága ezt is összekapcsolja. Mert azt tudom, hogy most mi van, és egészen biztos, hogy meg fogok halni. Ez egészen biztos. És hogy én akkor hogy fogok viselkedni, az nem mindegy. Mert általában úgy hal meg az ember, ahogy élt. Aki istentelenül élt, az általában istentelenül hal meg. Legfeljebb az Isten különös kegyelme, hogy napszállt előtt egy órában még újra megszólítja az embert. De nem lehet halogatni. Az ókorban, amikor már a kereszténység államvallásá lett, sokan úgy voltak, mint Nagy Konstantin is, hogy most élem az életem, majd akkor oderendelek egy papot magamhoz a halálos ágyamon, kereszteljen meg, az minden bűnt el fog törölni. Mi nem élhetünk így. Mert egészen biztos, hogy meg fogunk halni. De hogy hogyan halunk meg, az azon is múlik, hogy hogyan élünk. És már most azért is imádkozunk, hogy most imádkozzék érettünk, és halálunk óráján. Mert ő akkor ott van, és akkor Jézusnak ajánl, akkor a legjobb úton járunk végső célunk felé. És miután a halálunkért is imádkozunk, azért is imádkozunk, akik előttünk jártak. A hit jelével és az imádságaink között, amiket elhunyt szeretteinkért végzünk, mindig legyen ott az üdvözlégy Mária is. Érdekes módon a temetési szertartásunk csak a mi atyánkot teszi bele, hát a sírnál szoktuk a rózsafűzért imádkozni. Én mindig hozzáteszem, ha temetek, az üdvözlégy Máriát.
az elhunytért ott, a holttest jelenlétében is. Imádkozzuk el a mi atyánk mellett az üdvözlégy Máriát. Rómában, a Sixtus kápolnában Michelangelo megfestette a végítéletét. Ott van egy nagyon bájos része a festménynek, a tisztító tűzben helyén lévőknek, vagyis akik még abban az állapotban vannak, hogy nem jutottak el Istenhez, valaki lenyújtja a rózsafűzét, mint a féle kötélhágcsó, és fölhúzza az üdvösségbe. Gyönyörű szép kép, művészi módon megfogalmazza, hogy az imádság az fontos, hogy a halottakért is szóljon. Mert nem azért, hogy irgalmasabbá tesszük az Istent, az Isten végtelenül irgalmas, hanem minden ember valamiképpen adóságot hagy itt a földön. Ez abból is kitetszik, mikor meghal valaki, nagy sírás, rívás van általában, ha szerettük őt, de aztán évek elmúltával akkor mondjuk, hát ő is ezt is, azt is csinálta, voltak neki viselt dolgai. De ami erre úgy tudunk emlékezni, hogy nem békévé oldja csupán az emlékezés, hanem imádsággá, hogy bár voltak neki ilyen dolgai, de Isten fogadja őt szeretetébe, mert mi megbocsájtunk, hogy ő ezt az adósságát tudja le itt a földön. Ehhez kell a halottakért való imádság. És ebben biztos, hogy benne van a rózsafűzét imádságnak az elmondása. És hát a rózsafűzér, miután közösség imádság, közösségeket tart össze. A kommunizmus alatt a legtöbb szervezetünk megszűnt. Megszüntették. Erőszak útján. De valahogy a rózsafűzér társulatokat nem tudták megszüntetni. Azok megmaradtak. És imádkozták az emberek, és ahol volt rózsafűzér társulat, élő közösség, ott azért az egyház község is megvolt. Tápió Szecsői káplán koromban volt az a rekollekciós téma, vagy koronatéma papok továbbképzésére, hogy gyűjtsük még össze a meglévő paraliturgiákat, amin azt értjük, hogy a hivatalos szentmise imádságai és a szentségek kiszolgáltatásai mellett vannak olyan imák, amiket a nép mond, de nincs benne a hivatalos imába. Erdély Zsuzsának ugye Hegyet hágék lőtött lépek nagy könyve, az időben szenzáció volt, hogy mennyi mindent imádkozik a nép. Hát akkor én még elmentem egy idős asszonyhoz, akinek 72 féle rózsafűzére volt. Na nem úgy, hogy egyik nagyobb szemű volt, mint a másik, hanem volt neki Szent Mihályról, apostolokról, Szent Józsefről, abban mindig benne volt a Szűz Mária, és valahogy egy ilyen népies bölcsességgel hozzá volt kapcsolva az a szent, akinek tiszteletére is végezte. Mert a nép fantáziája, Szentlélektől való inspiráltsága, az így is megmutatkozik. És ott, ahol megvolt ez, ott megvolt a katolikus hitben maradás is. Keleten, illetve Kínában kegyetlenül üldözték a kommunista rendszer, de még a korábbi időkben is az elindult kereszténységet. És amikor dominikánus sok mentek oda, újra mehettek, akkor csodálkozva vették észre, hogy akiket évszázadokkal korábban harmadrendi dominikánussá, domonkossá tettek, már szinte semmit se tudtak, de még tudták a rózsafűzért. És így maradtak meg a katolikus egyházba, és nem lettek valamiféle protestáns egyház tagjaivá. Mert nem csak, hogy közösséget teremt a rózsafűzér, hanem a katolikus hitben való megmaradást is biztosítja. És ez nagyon fontos számunkra, hiszen a katolikus hit nevében hordozza nem csak az általános, hanem az egyszerre egészet, aminek nincs híja.
mi nem tiltakozunk nevünkben, hanem az egyszerre egészet, amit mi kinyilatkoztatásban megkaptunk, azt valljuk, az a hitletétemény számunkra, és azt adjuk tovább. Hát ezért is kell a rózsafűzér imádságot megtanítani, imádkozni és továbbadni. És vannak helyzetek, amikor már csak ez az egyetlen imádság végezhető. Nem csak azért, mert valakinek nincs a kezébe a Szentírás, vagy a Zsolozsmás könyv, hanem például már nem is lát, mert megvakult, vagy nagyot, vagy nem jól lát, akkor még mindig végezheti. Vagy olyan helyzetek, akkor kiszolgáltatott valaki ezt imádkozhatja. Én az elmékedés befejezéseként Sík Sándornak egy imáját, a Szentolvasóról szóló versét mondanám el, ami egyben imádság is, és a versből kitetszik, hogy ő ezt az óvóhelyre való visszaemlékezéssel írta. Amikor bombázták Budapestet, és ő is óvóhelyén volt, és már nem volt más imádsága az embereknek, mint lehetőség, csak a rózsafűzér. Szentolvasó. Mikor a földbe bújtunk, mint a féreg, s pokol tüzeket hullatott az ég, s fejünk fölött zúgott az ítélet, tán csak az utolsó előtti még, mikor a falban elapadt a vízér, s az izzó szálban kialudt a fény, de jó volt a sötétben, kicsi fűzér, ha megcsörrentél olyikunk kezén. Öreg anyókák mormolós imája, de mormolt akkor sok öreg legény. Leheveredtünk börtönünk vackára, a bugyor feneketlen fenekén aludt az agyvelő zsibbadozva, íma sem állt az ajkainkra más, csak-e fölséges, együgyű zsolozsma, csak ez az üdvözítő dadogás. Benne van ebben a szent dadogásban, amire szó és gondolat kevés. Halál van benne, és föltámadás van, gyereksírás és anyagügyögés. A kisdet szól így, aki nem beszél még, és aki már nem, aki haldokol. Belemondod az ember lét egészét, és mindentől eloldatol. Amen. Hiszek az